Miért csíp másképp a hüvelygomba? Mit tudom én a paprikákról és a kapszicéről fogok most beszélni. Az már ugye sok mindenkinek feltűnt a hegyes erős által is, hogy nagyon sokféleképpen tudnak csípni a paprikák. És hogy miért van ez, az rémesen egyszerű. A paprikákban alapvetően a kapszicinoid anyag határozza meg, hogy mennyire és milyen formában csíp. Ez 5 különböző kapszaicinből tevődik össze, ebből a sima kapszaicin, amit egyébként mindenki szokott használni, 69%-át teszi ennek csak ki. Az 5-ből egyébként összesen 3 az, amit a laborban mérnek, amikor Scoville egységet, vagy sokkal közismertebben inkább milligram per kilogram értéket számolnak a paprikáknál. Az, hogy mennyire csíp tehát ennek a mennyiségétől, az pedig, hogy hogyan csíp, ezeknek az arányaitól függ leginkább. Ez sokat segít a hegyes erős megértésében is, de további problémáiról a következő videóban fogok majd beszélni. Egyébként, ha szeretnél részletesen tájékozódni, akkor az unclechili.blog.hu oldalt tudom ajánlani. És hogy